Dimenzióváltás a gazdaságban. 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések Nyíregyházán az elmúlt időszakban. 3600 megnyert pályázat a megyében. A topos és az Európai Uniós fejlesztésekről tartottak előadást Eperjeskén. Jól teljesít a megye. A teljes rendelkezésre álló nemzeti együttműködési alapkeret 8%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hívta le idén. Dimenzióváltáson esett át az elmúlt években a magyar gazdaság, Nyíregyházán pedig mintegy 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések az elmúlt időszakban. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt a megyeszékhelyen, a német Hübner új gyártócsarnokának Bokréta avató ünnepségén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás több mint 3,5 milliárd forintos összköltségéből az állam mintegy 800 millió forinttal támogatta a vállalatot. Folyik a munka Hübner nyíregyházi gyárában. A nagy tradícióval rendelkező német cég a tömegközlekedési eszközökhöz, buszokhoz, villamosokhoz, vonatokhoz gyárt átjáró rendszereket, eszközöket Nyíregyházán már 22 éve. Hamarosan 8600 négyzetméterrel nagyobb területen teszik ezt. Épül ugyanis a cég új 4-es számú gyártócsarnoka. Legmagasabb pontjára szerdán került fel a Bokréta. Az ünnepségen a külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, aki beszédében a magyar gazdaság fejlődéséről beszélt. Mára eljutottunk oda, hogy elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság átesett egy nagyon komoly dimenzióváltáson, és immáron nem egy termelés által orientált, hanem egy fejlesztések és kutatás által orientált gazdasággá vált. 2010-ben még szerintem kevesen tettek volna téteket arra, hogy 2019-ben az Európai Unió leggyorsabb gazdasági növekedési ütemével majd mi rendelkezünk. Márpedig ez történt. Tavaly is, és az idei esztendő első felében is Magyarországé a leggyorsabb gazdasági növekedési ütem az Európai Unióban. Ráadásul a teljes foglalkoztatást is elértük. A politikus hozzátette, Nyíregyházán mintegy 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések az elmúlt időszakban. A mostani közel 3,5 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 844 millió forinttal járult hozzá. Bár a termékkör marad ugyanaz ezt követően is, technológiai tekintetben lesznek változások a termelésben. Egyre nagyobb trend az, hogy megpróbálunk egyre jobban automatizált, CNC-vezérelt hajlítási, szabási eljárásokba investálni, tehát ebben van egy kis eltolódás. És a legnagyobb nagyságrendű dolog az, hogy ennek a beruházásnak a helye már megvan. Tehát arra a kapacitásra, amit ide a négyes sarnokba terveztünk, már a vevőinknek igénye van. Tehát jövő év márciusban nekünk egy hétre, napra lebontott költözési terv után már egy azonnali termelési beindításra lesz szükségünk az új csarnokot illetően. Az új csarnok jövő év február végére készül el, és a legnagyobb belső üzemmé válik a cégen belül. A termelés bővítéshez 125 új munkahelyet teremt, a létszám ezzel közel 1000 főre nő. A jellemzően fizikai kétkezi munkát végző új munkatársakat már fel is vették. Az igazgatásvezető elmondása szerint a választás több pályázó ország közül azért is esett Magyarországra és azon belül Nyíregyházára, mert itt jól képzett, motivált, energikus dolgozói állomány alakult ki az elmúlt évek során. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedő a pályázatok elnyerésében, erről is beszélt Perényi Zsigmond, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár Eperjeskén. A fórumon elhangzott, a kormány részéről már megvannak a tervek arra vonatkozólag, hogy áthidalják a pályázatok kiírása és a megvalósítás közötti eltelt időszak piaci áremelkedését. Képzés és fejlesztés politikai fórumot tartottak Eperjeskén, melyen Perényi Zsigmond, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, a megye országosan is kiemelkedő eredményeket ért el a pályázatok elnyerésében. Hozzátette, fontos, hogy az elnyert pályázatok határon átnyúlóak legyenek, és valóban szolgálják a közösségépítést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendkívül sikeres pályázatásban, mert összesen 3600 projektet nyert meg ez a térség, ami szerintem egy rendkívül jó számot mutat. Illetve nem csak a topos és ginopos pályázatokban sikeres ez a térség, hanem mivel
ugye három határ is található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezért a határon túli pályázatoknál is sikeresen szoktak pályázni a szabolcsi települések. Ez is egy nagyon fontos része az EU-s pénzeknek. Erre nagyobb hangsúlyt is kívánunk majd fektetni a következő ciklusokban, tekintve arra, hogy nemzetpolitikai szempontokat is meg kell tenni az EU-s pályázatoknál. A fórumon elhangzott, a pályázati rendszer egyik nehézsége a kiírás és a kivitelezés közötti jelentős piaci áremelkedés. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila elmondta, a probléma napirenden van és a kormány dolgozik a megoldáson. A megye azon belül a választókerület a források lehívásában jól teljesít. Nyilván ugye nem kalkulálták be a települések, de nem kalkulálhatták be azt, hogy a megvalósítás, a megnyert pályázat és a megvalósítás között eltelt idő az egy komoly építőanyag áremelkedést is jelent. Bizonyos esetekben kellett a megyének többlet forrást lehívni a irányító hatóságoktól, a kormánytól, és így gyakorlatilag van olyan, mikor egy nap két topos pályázatból megvalósuló beruházást tudunk átadni. A rendezvény helyszínéül szolgáló Eperjeske polgármestere beszédében kiemelte, a pályázati rendszer nagyban segíti a kis települések fejlődését. A topos pályázat keretében külterületi utat sikerült építenünk. Ezzel összekötöttünk munkahelyet, illetve összekötöttünk a településhez tartozó egyéb lakott területet, illetve új orvosi rendelő megépítésére pályáztunk, és ennek a megvalósulása jelenleg még folyamatban van. E-fokos pályázat keretében sikerült a szegregátumban élők életkörülményének javítására pályázni. Ez a pályázat is jelenleg folyamatos. Pásztor Gábor hozzátette, a községben ugyan jelenleg is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató erő, de a környék fejlesztésének köszönhetően egyre többen tudnak elhelyezkedni a munka világának egyéb területein is. Tartsa be a törvényeket a plakátok kihelyezésével kapcsolatban, és tartózkodjon a hangulatkeltéstől az ellenzék a megyeszékhelyen, mondta sajtótájékoztatóján Szilvási István, a Fidesz nyíregyházi alelnöke. A politikus szerint az engedély nélkül kihelyezett ellenzéki plakátokat a jogtulajdonos kérésére távolították el a hirdetési felületekről. Az ellenzék ahelyett, hogy teljesítette volna hétfőn elhangzott kérésemet, eltávolította volna, most éppen plakátlopási ügybe keveri magát, és minden fórumon arról zengenek, hogy valaki ellopta a plakátjaikat. Miután az ESMA is tájékoztatott minket arról, hogy ő gondoskodni fog ezeknek a plakátoknak az eltávolításáról, melyet egyébként a nyíregyházi önkormányzat hatósági osztályán keresztül meg is tettek, innentől kezdve azt gondolom, hogy az ellenzéknek inkább a saját kampányával kellene foglalkoznia, és valami értelmeset is mondani végre, ahelyett, hogy ilyen ügyekkel és ilyen törvénytelen eszközökkel élve próbál hangulatot kelteni. 7,7 milliárd forintra nőtt a NEA jövő évi pályázati forrás kerete. Ez közel 2 milliárddal több, mint amennyit a civil szervezetek az előző évben megpályázhattak. A statisztikák szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legaktívabb terület, közel ugyanannyi szervezet működik aktívan, mint Hajdú-Bihar megyében. Tömött sorban álltak a civil szervezetek képviselői a Városháza díszterme előtt, hogy részt vegyenek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum soron következő fórumán. A téma a NEA 2020 határidői voltak, illetve a pályázatokat érintő legfontosabb változások. Jelentősen megnövekedett az alapnak a kerete. 5,9 milliárdról 7,7 milliárdra növekedett, ami szerintem egy nagyon szép összeg, és a történelme során a legnagyobb NEA összeg, ha jól tudom. Ennek az oka, hogy az SZIA 1%-a, a civil 1%-a, amit nem hagyunk hátra magánszemélyként egy civil szervezet javára, az automatikusan a NEA alapba vándorol be. És így jött össze 1,8 milliárd forint, tehát 5,9 és 7,7 közötti különbségről beszélek, pluszban, amire a civilek tudnak pályázni, ez szerintem egy kiváló hír. A civil 1%-ot ebben az évben 27 ezer szervezet javára 8,3 milliárd forintos összegben használták fel a magyar állampolgárok. Megyénk is jól teljesít, a lehívási képessége kiválónak számít. Fontos tudni azonban, hogy nincs automatizmus, tehát aki egyszer nyert, nem nyer újra automatikusan. Nyíregyházának jelentős partnere az a több mint 700 helyi civil szervezet, amely aktívan működik a városban.
Nekik éves szinten közel 25 millió forintos támogatást nyújt az önkormányzat. Nagyon fontos közös városi rendezvények aktív résztvevői, ez az egyik része. De a civil szervezetek önmagában a saját területükön végzett munkájuk nagyon fontos, és ezért támogatjuk is. Tudjuk azt, hogy a civil szervezeteknek két pályázati lehetőség van. Itt nálunk, hála Istennek, az önkormányzat biztosította a pályázati lehetőség és a NEA. Ezért adott otthont a Városháza az információs fórumnak immár 6. alkalommal. 28 évvel ezelőtt látogatott el először a pápa hazánkba. Ennek emlékére a Mária Pócsi tér ezentúl hivatalosan is II. János Pál pápa nevét viseli. Spirituális és szellemi értelemben sokat köszönhetnek a magyarok és Magyarország a Szentatyának. Ezt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes emelte ki Mária Pócson. II. János Pál pápa volt az első Szent Péter utódai közül, aki Magyarországon járt. A Szentatya 1991. augusztus 18-án bizánci szertartás szerint mutatott be liturgiát Mária Pócson, amelyet becslések szerint mindegy 300 ezer hívő hallgatott a szabolcsi településen. A pápa látogatás helyszínén kialakítottak egy emlékparkot, ennek közepén egy fából készült Krisztus szobor állít emléket a 28 évvel ezelőtti történelmi eseménynek. A teret közel 260 millió forintból újították fel, kedd délutántól pedig II. János Pál pápa nevét viseli. Az 1991-es pápai látogatás emlékére egy topos pályázatba értünk oda, hogy gyönyörűen megcsináltuk a teret. Ugye tudni kell ez a térről, hogy ez funkcionál a Búcsukba, ahol több tízezer ember jön egyszerre, tehát ennek megfelelően nagyon korszerű élemhelyen rendelkezik, szabadidő részsel, gyerekeknek játszótérrel, színpaddal, pihenőhelyekkel, szalonosítővel, kilátóval, tehát ez egy igazi közösségi tér. Amit én, ez lehet, hogy kicsit öneprontó lesz, én már partnak neveznék el legszívesebben, most volt ugye a térnek elnevezése, de egy park lesz, ahol már koncertek, nyáron nagyon sikeres szabadtéri előadásokat szerveztünk, egy igazi közösségi hely lesz. A magyarság számára sorsfordítónak számít az 1990-91-es időszak. Széthullott a Szovjetunió, véget ért a kommunista diktatúra, és II. János Pál pápa is ilyenkor látogatott el hazánkba. Magyarország és a magyarok sokat köszönhetnek a Szentatyának. Erről Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök helyettes beszélt Mária Pócson. Például a szabadságunkat. Az, hogy nincs szovjet megszállás, hogy demokrácia van, jogállam van, szabad választások vannak, szuverén nemzete vagyunk. Ezt tulajdonképpen három embernek köszönhetjük. Gazdasági és katonai értelemben Ronald Reagannek, köszönettel tartozunk Mihály Gorbacsovnak is, hogy nem vitte bele a világot egy harmadik világháborúba, de spirituálisan és szellemi értelemben mindenképp II. János Pál pápának. Ő volt az, amikor a szolidaritás mellett kiállva lengyel pápaként az ő általa meghirdetett spiritualitás volt az, amivel a Szovjetunió ateizmusa már nem bírt, és neki köszönhetjük azt, hogy a Szovjetunió összeomlott, és most egy szabad világban élhetünk. A rendezvény végén leleplezték II. János Pál pápa névadó tábláját is. Hivatalosan is történelmi emlékhelyé avatták a Pócs Petri polgármesteri hivatal épületét, az egykori Irinyi kúriát, amely a kommunista egyházüldözés szimbolikus helyszínévé vált. Az egykori tragikus események színhelyénél a községháza előtt helyeztek el emléktáblát a településen. Pócs Petrit évtizedek óta az áldozat és a hűség fogalma jellemzi. A 71 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek kedden Pócs Petriben. 1948. júniusában Pócs Petri lakói az egyház tulajdonában álló iskola államosítása ellen léptek fel. A megmozduláson egy rendőr őrvezető életét vesztette. A perben a falu plébánosát Asztalos János nevezték ki felbújtónak, és az aljegyzőt, Királyfalvi Miklóst pedig a gyilkosnak. Őt június 11-én kivégezték, a plébánost pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A per bemutatta a koncepciós perek sajátosságát, legfelső vezetők irányították, komoly propaganda kísérte, a jogi következményekkel pedig nem törődtek. Ezután indult az a nagymértékű egyházüldözés, aminek következtében az egyházi iskolákat államosították, valamint a katolikus és keresztény egyházi, illetve civil szervezeteket is feloszlatták.
A településen történt tragédia helyszíne Pócs Petri jelenlegi polgármesteri hivatala, a volt Irinyi kúria hivatalosan is történelmi emlékhely lett 2018-ban, kedden pedig az ezt jelző emléktáblát is elhelyezték a községháza előtt. Most Pócs Petri népe igazságot kapott, amikor a magyar kormány történelmi emlékhelyé nyilvánította Pócs Petrit, és ezáltal a plébános emlékének, a jegyzőemlékének is, annak a sok-sok Pócs Petrinek a szenvedését egyfajta igazságtétel követte, ami egyfajta köszönetnyilvánítás is az ő hősies helytállásukért. Pócs Petrit többek között ezért is jellemzi leginkább az áldozat és a hűség fogalma már 71 éve. 9 kórház, 10 munkatársa végez lelki gondozást a beteglátogató szolgálat keretében, amelyet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye indított. A civilek tevékenységének célja, hogy hozzájáruljanak a betegek gyógyulásához, és segítsék az orvosok munkáját. A beszélgető ember meghallgat mindent, amit a beteg el szeretne mondani. Ezzel a jelmondattal indított római katolikus kórház lelkészi szolgálatot a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A területén 9 kórházban, Debrecenben, Nyíregyházán, Nagykállóban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaméban, Kisvárdán és Beletyóújfaluban végzik civilek a szolgálatot, hiszen a betegek gyógyulásában fontos szerepet játszik a mentális állapot, a pszichés státusz is. Ennek a folyamatnak támogatói tudnak lenni a lelki gondozók. A kolléganőink úgy vannak jelen, hogy elsődlegesen abba az egészségügyi tímbe kapcsolódnak be, ami már jelen van és működik, és amennyiben a betegek részéről, az orvosok vagy nővérek részéről van hívás, jelzés, akkor azokhoz a betegekhez mennek, akiket elsősorban ajánlanak az egészségügyben dolgozók, és hát vannak úgymond hívogatások, látogatások, amikor kórteremre járnak, és kérdezik, hogy ki az, akinek igénye van lelki beszélgetésre, és amennyiben ezt a betegek jelzik, akkor ott maradnak a beteg ágy mellett. A civil lelki gondozók felekezetre való tekintet nélkül bárkihez leülnek, meghallgatják a beteg problémáit, félelmeit vagy örömét, aki így együttérzésre, megértésre számíthat. A beteg látogató segít választ keresni miértekre és a beteg további életútjának kérdéseire, legyen szó a távozásról vagy a gyógyulásról. A segítségre nem csak a betegek, a hozzátartozók és a kórházi dolgozók is számíthatnak. Rendhagyó futballmeccset játszanak pénteken Záhonyban. A magyar öreg fiúk válogatott a Kárpát-medencei görögkatolikus pap, kispap válogatottal és a magyar jogász egylet paragrafus kupa válogatottjával méri össze tudását. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a városi sportpályán. A Magyar Jogász Egylet megyei szervezete már 2 évtizede szervez kispályás tornákat, amelyeken az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok mérik össze tudásukat. A paragrafus kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagy pályás meccset a görögkatolikus pap kispap válogatottal. Pénteken mindkét csapat képviselői pályára lépnek Záhonyban a korábbi szövetségi kapitány Gelei Imre által irányított magyar öregfiúk válogatott ellen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye úgy gondolom az ország labdarúgásának életében nagy szerepet tölt be. Ennek is köszönhet, hogy a magyar öregfiúk válogatott úgy gondolta, hogy lejön hozzánk, és a Kárpát-medencei görög papok válogatottjával, illetve a paragrafus kupa válogatottjával fog megmérkőzni színvonalas rendezvényen, amelyen úgy gondolom a megye minden futballhoz értő embere a környékről, ha eljön, egy színvonalas mérkőzést fog látni. Ez egy keresztény kultúráról szóló, a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó rendezvény is, hiszen elmondhatjuk, hogy ahol 30 pap megjelenik, ott már velünk az Isten, tehát szól a hitünkről és arról, hogy a mai labdarúgás brutalitásában megmutatjuk azt, hogy hogyan lehet intelligens kultúrembereknek valamiképpen a foci rabjaként is, a labdarúgás rabjaként is színvonalasan, békében, nyugalomban, tisztességesen, kultúráltan futballozni. Pénteken 14 órai kezdett el, a Kárpát-medencei görög katolikus pap kispap válogatott játszik 30 perces mérkőzést a magyar öregfiúk válogatottal, majd a magyar jogász egylet paragrafus kupa válogatott játszik szintén fél órás meccset az öregfiúkkal a városi sportpályán. Zárásként 45 perces mérkőzésen méri össze tudását a papok és a jogászok csapata.
Gólzáporos mérkőzéseket hozott a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság hatodik fordulója. A 8 meccsen 48-szor találtak a kapuba a játékosok. A legtöbb gólt szám szerint 11-et a 7-4-es hazai győzelemmel záruló Vásáros Namény Kemecse találkozón láthatták a nézők. Valamennyi találkozón láthattak gólt a nézők a megyei első osztály hatodik fordulójában. Egy mérkőzés végződött vendégsikerrel, a Nagyhalász 5-1-re nyert Baktalórendházán. Egy meccs lett döntetlen, a Nagyecsed-Nyírmada összecsapás 4-4-jel zárult. A Mátészalka Kisvárda kettő meccsen egy találat született, ami el is döntötte a 3 pont sorsát a hazaiak javára. A hazai szurkolók örülhettek még 5 meccs lefújását követően, a Nyírgyulaj 5-1-re verte a Tarpát, a Mándok 6-1-re a Tiszakanyárt, az Ibrány 4-1-re bizonyult jobbnak a Balkánynál, az Újfehértó 3-1-re maradt alul Fehérgyarmaton, a Vásáros Namény pedig 7-4-re múlta felül a rakamaszt. A tabella élén egyetlen 100%-os csapatként a Nyírgyulaj áll 6 mérkőzésen szerzett 18 ponttal, a listavezetőt az egyaránt 15 pontos Mándok és Ibrány követi. A mezőny végén az 1 pontos Kemecsét és Nyírmegyes követve, amíg pont nélküli Tiszakanyár zárja a sort. A hétvégén Csonka fordulót rendeznek, mivel 3 megyei első osztályú együttes a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében lép pályára. A Nagyecsed a Somogy megyei osztálytárs Nagybajom csapatát fogadja, Újfehértóra az NB2-es FC Ajka látogat, a Balkány pedig a szintén megy egyes Ajka Kristályhoz utazik. A 7. fordulóban így a következő meccseket játsszák a hétvégén. Nyírmegyes Fehérgyarmat, Tiszakanyár Vásáros Namény, Kemecse Mátészalka, Tarpa Ibrány, Kisvárda 2 Baktalórendháza és Nagyhalász Nyírgyulaj. Az Újfehértó Mándok és a Balkány Nagyecsed mérkőzés november 24-én pótolják a csapatok. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 18-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerdán gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Csütörtök estig gomoly felhős napos idő várható, egy-egy futózápor előfordulhat, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A következő napokban döntően anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását, sok napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem valószínű, a hideg néhol csipős éjszakákat mérsékelten meleg nappalok követik.